Támogatunk a Nespresso Professional, az irodai kávézási szolgáltatások szakértője. A színészeknek elég sokféle jogosítványa van azzal kapcsolatban, hogy jussanak. Hogy a különbség ott van, hogy ennek a technikai megvalósulása, ennek a továbbközvetítésnek ez változott meg időközben, uh -huh. és ezért van egy akadás a szerzőjogdíjaknak az érvényesítésében. És ez alapvetően nem a a nemzetközi egyezménynek az átültetésén múlik, hanem egyébként annak az üzleti környezetnek és ői környezetnek a kihasználásán, amiben most vagyunk. Bemutatjuk Magyarország véleményvezéreit. A műsorban elhangzó gondolatok, vélemények. Mert ez egy véleményműsor. Ezért hívjuk így. Véleményvezérek. Artóral és az Indiánnal. 98.6 a Manna FM örömre hangol benne a véleményvezérek Artur és az Indiánnal egy hét múlt el a múlt héthez képest, és akkor itt vagyunk megint 18 óra néhány perckor. Itt van velem szemben Galer Andrási Indián. Csáó, szia! Szevasz, és mint mindig velem szembe szor el Artur. Ugye a mai témánk az, hogy na... Azért Mindenért nem jár jogdíj. Igen, tehát azért itt ülünk, azért még nem jár jogdíj, azért, hogy kimegyünk az utcára nem. Nyilván az nem feltétlenül egy szellemi termék, de mi van például? Nagyon, de, de bor... rengeteget filmeztél te is. Fura mód a klippeket, persze mindig lejelentettük az adott csatornáknak, hogy ki a rendezővágó, vágó, operatőr, egyéb kreatív szakma. De sose csörgött a kasza. Egy-egy tévétársaságtól viszont igen, és akkor megfordul bennünk, hogy ő több kliprendező barátom, hogy akkor hol lehet ezt rendbe rakni hol van az a rengeteg jogdíj, ami elvégben a videoklipek lejátszása Jé. után jár a rendezőnek. Medencés házat akarsz venni? Hát nem ártana most Na, már így, de nem is ez a lényeg, hanem hogy nincs, 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 ennek nyoma. Na, és hát nyilván, hogy valami nyomot, vagy legalábbis valami nyomvonalat megpróbáljunk ma ebben egy kicsit kicsiholni, azért vendégeket is hívtunk természetesen ide a stúdióba, itt van velünk Tóth -re, rendező, szia Geri. Szia, szia, üdvözlöm a hallgató. És Lábódi Péter, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala szerző jogi főosztályának vezetője. Hello, Péter. Sziasztok, én is az a uh, igazából, amit én olvastam, az az Előadó Művészi Jogvédő Iroda Egyesületnek a Facebook bejegyzése, uh, július 13-ai Facebook bejegyzés. Most az egészet nem biztos, hogy felolvasom. A színészek számára a családás az új szerzőjogi törvény. Kábel folytattak vitát a színészek, hiszen a jogalkotó ugye a kábel szolgáltatók mellé állt. Az országgyűlés által 2021. április 28-án elfogadott jogszabály ugyanis konzerválta azt az állapotot, amely szerint egy film televíziós vetítése után továbbra kizárólag annak zeneszerzője szerzője kaphat jogdíjat, az abban játszó színészek nem a helyzet feloldása a szellemi tulajdon Világszervezete által 2012-ben elfogadott és Magyarország által is aláírt, de ki nem hirdetett Pekingi szerződés megfelelő átültetésétől várható. Na, ez volt az egy levegő. <laughs> <laughs> és akkor így, így, így. Na most nézzünk értsen, körbe, hogy mi az a szerzőjogi törvény, ami most aktuális Magyarországon egyáltalán mondjuk ilyen színészek oldaláról, hogyha már ebből indult ki ez az egész Péter. Igen, jó, hogy ezt, ezt, ezt most olvastatok ennek, mert egy elég nagy változás van a szerzőjogban napjainkban, egészen június 1-től megváltoztak a szabályok nagy részt. Ennek az az oka, hogy az Európai Unióban két irányelvet is elfogadtak. Nem fogok nagyon jogászínűsen fogalmazni, ne jegyetek meg. Nagyon sok mindent szabályoz. Olyan területeket is, mint a Facebook vagy a Youtube-nak a működése, ezeknek az online platformoknak a tevékenysége. Hogyha, hogyha jogdíjbevételekről beszélünk, hát itt is azt gondolom, hogy, hogy elég egyértelmű, hogy hogy, 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 lehet keresni valója a jogosultaknak, kreatívaknak. De hát ezek a kérdések itt pont főleg a közösségi platformokán nem nagyon volt megoldva, esetleg ezekről beszéltünk majd e, részletesebben uh -huh. is. Ugyanennek a szabályozásnak e, komoly szabad felhasználásokat bevezető rendelkezése is vannak, az oktatási intézmények, főleg a pandémia idején most lehetőséget kapnak arra, hogy online is tudjanak pedagógusok oktatni, ami egy, egy elég komoly lehetőség, e, és nem annyira kreatívok érdekeit segítő, mint inkább a kultúra terjedését segítő változás, de, de nagyon jelentős. Ugyan a is több lehetősége lesz. Ami pedig ezt a, az eladóvészi jogvédőről által e, tett e, rendelkezést illeti, ez egy az előbbi felsoráshoz képest egy külön irányelvnek a részét képező megoldás, és itt konkrétan arra próbált az Európai Unió reagálni, hogy a, hogy a, televíziós sugárzásoknak a technológiai kivitelezése változik, van, amikor csak földfelszínen sugároznak adásokat, van, amikor kódolt sugárzások történnek, viszont a szerzői jog, a jogosítás rendszere az nem nagyon követte ezt le, európai szinten, és sajnos magyar szinten sem konkrétan tudott reagálni egyenlőre az más gyakorlat tett lépéseket, de ebben is változott a szerzőjog, és egy európai szabályt követve ültettünk át megoldásokat a, hazai szerzőjogban. jogban. Az, hogy ezeknek milyen gyakorlati következménye az előadó részek kapcsán, ezt a jövő fogja kideríteni, hogy aztán konkrétan ez milyen jogdíj változásokban, vagy, vagy, milyen jogalapokban, milyen, milyen következményeket hoz majd. Mondjuk ők egyértelműen fogalmaznak, hogy szegény színészek az a ki kimaradnak a szórásban, mert a zeneszerző lesz az, aki majd itt kaszál mindenfajta jó televíziós közvetítés után. De mi a helyzet a rendezéssel, Geri, neked? Mi a meglátásod ezzel kapcsolatosan? Hát mi annak idején nagyon sokat beszéltünk erről, pont az indivel, mert ugye annak idején mi, mi azért valahol zászlónkra tűztük azt, hogy a, egyrészt a videoklipek aspektusából kiindulva megkezdjünk egy ilyen egy ilyen hadjáratot arra vonatkozom, hogy ez a bizonyos videoklip, mint most a műfaj jogdíj szempontjából hogyan került egyenlőséggelbe. Tehát a zenei oldalon tisztázott volt, a zenei oldalon meg voltak a jogdíjak, azok, azok, azok áramoltak rendesen, a, a kép és a képhez tartozó jogok azok viszont egyértelműen eltűntek, pláne a kábelcsatornák vetületében. Tehát nyilván a földi sugárzás az egy téma, a kábelcsatorna az egy másik. Uh -huh. De erre vonatkozóan akkor is az altározott állásponton volt, hogy vagy mindenki kap jogdíjat, vagy senki. Tehát ez egy meglehetősen abszurdan feles gondolkodás azért, ha belegondol a nemzetközi gyakorlatból is, de ez még ugye a 20. századból indult ki, hogy mitől van egyáltalán zenei jogdíj. Én azt gondolom, hogy azért ezt újra kéne már gondolni. Pláne a YouTube megtett, meg az ilyen képmegosztó, videó megosztó portálok megtettek egy lépést a felé, hogy valahol azért az ilyenek egyféle közkincsé változnak, attól kezdve, hogy ezek megjelentek. Hát és itt van pont Péter, aki majd azt hiszem, mindjárt meg, megoldja ezt a kérdéskört, itt hirtelen egy húszásával, nem? Vagy ez nem megoldható, ez a, ez a történet? Az, hogy a zene és, a, és Mind, a, az egyéb területek. Hát, hát, nem, az az a, az a mondás, hogy vagy mindenki kap, vagy senki. De hogyha már valaki ez, kap, akkor a másik miért nem? Tehát, és akkor így jönnek fel az Hát él. alapvetően a, a szerzői szabályozás egyértelmű abból a szempontból, hogy mindenkinek jár. Tehát ez, ez, ez nem kérdés. Azt, hogy a gyakorlatban ennek milyen feltételei vannak, az különbség. A zenei jogosultak, azok egy más helyzetben vannak, ez így van. Viszont ennek az az oka, hogy a zenei területen sokkal inkább elterjedt az úgynevezett közös jogkezelés. Ezt nem tudom, hogy mennyire ismerős ez a, ez a fogalom. Itt gyakorlatilag, hogyha elmondok egy történetet, hogy ez honnan ered, a 19. századi Franciaországban egy kávézóban szépen folyt a zene, mindenki élvezte az emberek társadalmat, amikor belépett az egyik zeneszerzőbe erre a helyre, és meg is meghallotta a zenét, és látta, hogy hát ez, a, ez épp egy éppen olyan zene, amit ő szerzett, amit éppen játszanak, és hát valószínűleg annak is van jelentősége, hogy éppen ez a zene szól ebben a, ezen a helyen, és ebből valamit profitál ez, a, ez az étterem. Úgyhogy hát akkor neki is talán kellene, hogy ebből valami járjon. De hát ezt persze természetesen az étterem tulajdonos nem így gondolta, és ebből volt egy-két aggály, és a végén jogvita. A lényeg az, hogy, 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 a nap végén megállapították, hogy igenis járnia kell az ilyen felhasználások után bevételnek. De hogyha belegondolunk abban, hogy, hogy nem csak ez az étterem szolgált a zenéket, és nem csak ez a zeneszerzőlet érintett, akkor látjuk azt, hogy egy tömeges felhasználás történik ugye a világon, az online világon még inkább, és ezért van az jelentőség olyan szervezeteknek, ezek a közös sokkező szervezetek, az artisztus biztos ismerik a, a hallgatók, akik beszedik ezeket a jogdíjakat. És a lényeg az, hogy a zenében ez egy nagyon kiforrott rendszer, a zenei iparban a, a, a bevételeknek, az ipari bevételeknek egy szignifikáns hányadát hozza a a filmes világban ez egyáltalán nem így van. És ott ez az az, az az oka ennek, hogy a filmes világban sokkal inkább az egyéni szerződéseknek van szerepe. Az, hogy valaki egy filmelállítóként odáll, megszervezi pénzt ad, begyűjti a rendezőt, begyűjti az előadóvészeket, és mindenkit megpróbál kifizetni egyből, és azt mondja, hogy innentől kezdve ez a mi üzleti kapcsolatunk, nem kerül be egy ilyen közös sokkezelő, aki pedig tud garanciákat biztosítani a gyakorlatban. Véleményvezérek! Arturral és az Indiánnal! Hallgassd a 98.6 Manna FM Budapesten és környékén tekerj a 98.6-ra, vagy hallgasd online a mannafm.hu oldalon! Manna FM, örömre hangol! Annó 25 év, amikor kezdtem mondjuk a pályát, meg a Geri is, akkor leginkább zenei csatornákra dolgoztunk, mert a klippeket akkor nagyon nem játszott a más TV akkor még ilyen kicsit ilyen tiltott állapot volt, és nem is tűnt föl nekem még akkor, de szerintem még sem, hogy akkoriban nem is kutakodtunk, ez a jár -e jogdíj, nem jár -e jogdíj. Csak az volt fura, hogy egy idő után mindig ki kellett tölteni a, be, a lejelentőt a zenei csatorna felé, hogy ki az operatőr, ki a rendező, ki a vágó, azt hiszem három titulust lehetett megjelölni logikusan a zene szerző. A, is, a... sem. Mm -hmm. Igen, az általában nálunk, ugye mm -hmm. a az ugyanaz, mint a rendező, és ő a zeneszerző, dalszerző, szövegíró. Ennyi volt a beadás. És amikor egy-egy ilyen zenész barátom mondta, hogy hopp, jött a jogdíj, és akkor pislogtam, hogy az még mi. Május, és... május első. <laughs> <Igen. gül> és így láttam, hogy elég szép kis összegek jönnek, főleg ha Jóslágért írt, rengeteget ment a dal, akkor úgy igencsak megmozgott ott a családi BJ fölfele, és egy idő után arra lettem figyelmes, hogy a bizonyos másik tévi egyszer csak hívtak, hogy jön a jogdíj én nem tudtam, hogy honnan, hogy ez létezik, és akkor kezdtünk mi ezen dolgozni, hogy hát akkor menjünk már neki, hogy akkor tényleg jár a és kinek. Tehát uh -huh. innen folytatjuk. Ja, meg ilyen az az érdekes, hogy, hogy engem mind, én nem szeretek Turkány, de szeretek másos éve élni, de hogy alapvetően ilyen, csak ilyen informatíve, nem úgy, hogy effektíve. Mert honnan, hova halad a pénz? Tehát egy az Artisziusnál egyértelműen már ezt, erről volt is már egy adás itt, nálunk itt a véleményvezérekben, azt átbeszéltük, de hogy a, a filmes dolgok, vagy a vizuális dolgoknál milyen irányultság. Tehát A-ból B-be hogy jut el a pénz, és miért? Mert, kin keresztül, mert ugye említettem ezt az előadó művészi jogvédő Iroda egyesületet, akinek a posztjából indult ki ez a mai témánk, de hogy ők még nem biztos, hogy hatóság, meg úgy tudom, hogy az Artisius már hatóság, vannak jogos útság, ami meg jogosítványai, hogy hogy tudja ezeket a dolgokat behajtani. De mondjuk a filmes világban ez ilyen létezik? Ilyen szervezet, aki csendőrként berántja az összes tévé, a csatornától a pénzt pausálé per év, vagy hogy? Ezek a, ezek a közös jogkezelő szervezetek, mint az Artisius is, akik, akiknek ez a feladata, és igen, a filmes világban létezik a Film Youth szervezet, az eladóvészeknél, akit említették, az eladó jogvédőiroda. És ők, 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 hatóság már? Vagy nem, már? Ők, 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 egyesületek, akiknek viszont van egy olyan sajátos jogosítványa, hogy olyan, mi bárkit, aki az adott művészeti ágban az adott jogokkal rendelkezik, azokat képviselni tudja. Ez egyébként egy nagyon nagy lehetőség, mert Magyarország abból a szempontból egy speciális ország, hogy itt ezek az egyesületek egy olyan plusz szupererővel is rendelkeznek, hogy nem csak azokat képviselhetik, akik konkrétan megbízák őket, hanem hogyha nagyon nagy számú ez a megbízói réteg, akik mindegyesével szerződtek, akkor bárkit, aki ebbe az erőnözésű körbe tartozhat, képviselni tudnak. Ez az úgynevezett kiterjesztett hatályú Tehát ennek, ennek nagyon nagy jelentősége van. És visszatérve a filmekre, és tényleg nem akarom monopolizálni itt a dolgot, nagyon röviden, a, a filmes világban alapvetően a filmerállító az, akinek az a célja, hogy megszerez az összes jogot, és ez egy komoly, hogy mondjam, egyeztetési probléma, mert hogy itt domináns és kevésbé domináns szereplők állnak sokszor egymással szemben, és ezért a jogalkotó biztosít bizonyos különös jogosítványokat, amiket a közös sokkezelő fizet ki az előadó tehát ezeket nem tudják megszerezni a filmállítók. Ilyen például a, az ilyen kábeles sugárzásokkal kapcsolatos bevétel, ez, amit mondtál, hogy ott, ott, lehet egy ilyen pénzcsengés külön a jogkezelőtől, ilyen például az üres hordozó utánjáró jogdíjakból folyó bevétel, és ez a kettő igazából a két legnagyobb bevételtípus, amit egyébként ez a film ad oda a filmes De szerzők, rendezőknek. A... Valami, valami, reakciót láttam, egy hangba is. <hállt> 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 <laughs> egy hűnlögés. <ümböges. gül> igen, mert azért ez elméletileg biztos, hogy jól hangzik, de mi már gyakorlati oldalon picit más tapasztalunk. Ugye elvileg itt ketté szakad a, a, szerzői jog, meg a felhasználási jog. És ugye a felhasználási joggal mi, mint mondjuk, akik foglalkozunk filmmel, és egyrészt rendező és producerként is vagyunk benne egy ilyen alkotásban, igen, lemondatunk embereket úgymond felhasználási jogaikról de nem tudunk lemondat, nem tudjuk lemondatni a szerzői jókról. Tehát ez automatikusan tőlünk függetlenül és egészen más csatornán keresztül. Te, ez azért nem tudjátok lemondatni, mert nem akarjátok lemondatni, vagy nem lehet nem lemondatni. Lehet. Igen, lehet. bizonyos jogocsit, akkor nem lehet ez az Te üres. Felhasználhatjuk jól. a szereplőnek a képét, egy, egy reklámzeneszerzőnek a zenéjét, de hogy abból a bejövő jogdíjakkal mi van, az ő szerző jogdíjaival, az egy teljesen külön csatornán áramlik mm -hmm. hozzá, a megadott szervezetek által vagy menedzselve, vagy pedig kevésbé menedzselve, mert azért volt ez a filmusztal is, tehát amikor mi próbáltunk ennek után nézni, Artisius, hogy azt mondta, menjünk a filmusztal, a filmuszt mondta, hát nem teljesen a videoklip, nem pont ez, a kábel tévé nem pont ez, és akkor így, és akkor így valahol megragadt ez egy ilyen, egy ilyen senki földje állapotban, például uh -huh. pont a videoklipek kapcsán anno. Úgyhogy és azért egyrészt igaz, hogy igen képviselik, mert azt mondták, hogy persze képviselik, de amikor rákérdeztem, hogy értem, de ez mit jelent a gyakorlatban, Ebből erre vonatkozóan nem jöttek vissza egy. Hol Ez kellett volna kérdezni. Hát de mondom, lés? mivel megszűnt ezen a csatorna, gondolom, hogy egyre nehezebben fog Igen, nehezebben ez, van, ez, mondjuk egy jó már. pár éves. Most már YouTube-ban aztán lehet beszélgetni. Figyelj, de gyorsan tűnj már egy picit vissza, ez a, mert az előadó művészi jogvédi egyesület hivatkozott, egy 2012-ben elfogadott, a Szellemi Tulajdon által elfogadott valamilyen, nem tudom, egyezményre, erről te hallottál, Péter? Ez Igen, ez a úgynevezett Pekingi Egyezmény, eh, ami hát egy egyébként az is egy külön érdekes történet, hogy ez mennyire lassan jött létre, tehát ilyen, ilyen évtizedes küzdelem volt, eh, és van egy nagy nemzetközi szervezet, aminek a keretein belül születnek ilyen nemzetközi szerzőjogi és, és szomszédos szerződések, és annak a, a, ennek a, a, a az keretei között jött létre ez a szerződés is. Eh, ami nek célja az, hogy az előadészeknek pontosan a filmekkel kapcsolatos jogaival, jogai tekintetében biztosítson jogosítványokat, de ezt Magyarországon még nem ültették át ezt a szerződést, aminek egyébként az is az oka, sőt, ez a fő oka, hogy, hogy az Európai Uniónak a, egy, ezekben a nemzetközi kapcsolatokban egy sajátos hatásköre van. Tehát alapvetően, hogy az Európai Unió része lesz egy nemzetközi szerződésnek, akkor, akkor az összes tagállam is a részé válik, és az egyes külön tagállamok nem ratifikálnak, nem, nem teszik a saját joguk részévé ezeket a szabályokat. Tehát ilyen szempontból ez még egy további lépés, hogy a magyar jogban ez a szerződés megszülessen. Mikor e, és... kaptak pénzt a színészek arról, vagy valamit. Hát alap, tehát a, a, a színészeknek elég sokféle jogosítványa van azzal kapcsolatban, hogy, hogy bevételekhez jussanak, és egyébként most a, a, itt alapvetően, hogyha jól értettem, akkor a, a, a továbbközvetítési kábeles jogdíjakkal kapcsolatban Én. Uh, merültek fel problémák. Ezekkel kapcsolatban is szednek pénzeket, jelenleg is. Ami, ahogy próbáltam az elején mondani, a, a különbség ott van, hogy ennek a technikai megvalósulása, ennek a továbbközvetítésnek ez változott meg időközben, uh -huh. és ezért uh, uh, van egy akadás a szerzői az érvényesítésében. És ez e, alapvetően nem a, a, a nemzetközi egyezménynek az átültetésén múlik, hanem egyébként annak az üzleti környezetnek és ői környezetnek a kihasználásán, amiben most vagyunk. Aha. Véleményvezérek. Artúral és az Indiánnal. A színészeknek a filmekben játszó alakítások után gondolom jár jogdíj, de például a sorozat színészeknek annak mondtad, hogy neked nem jár. Hát, pedig Baszert. itt elhangzott egy olyan mondat, hogy besz, besz, be, valaki beszed valamit valahonnan, de ki, ki... lehet az, mondjuk a két nagy kereskedelmi csatornáról beszélgessünk egy picit, hogy oké. Okay. Igen, és annak ugye rengeteg kis csatornája, melyik csatornája, az ismétlések, ja. plusz ismétlések. Az a kérdés, hogy ugye gondolom itt az EI-nek a, 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 posztja miatt, hogy ugye a színészek vagy színészek, de hogy azok a színészek, akik mondjuk már nem szerepelnek egy aktuális valamilyen produkcióban, de a másod, harmad, negyed csatornájukon a ismétlik, 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 azokkal mi van? Tehát ezek az ismétlés után járó, járható jogdíjakkal mi a helyzet? Ki tudja? Senki nem tudja mi. Azért, hogy... <coughs> <ki. tos> <coughs> nem, hát, konkrétan egyébként engem bombáz, hát egyébként ez, most ezen meg vagyok lőve pontosan az Artisus vagy a Filmius képviselői, uh -huh. valaki, mert több hasonló nevű rendező is van, mint én, és ez egy ilyen okoz némi kavarodást és hogy akkor mik azok, amik hozzám tartoznak, mi az, ami nem, és aztán ki kell tisztázni minden évben. És, és, akkor ott például számos olyan produkció van, amit mondjuk a, ami általunk gyártó produkció, és akkor abban kábel, televízió, kábel sugárzásban, vagy pedig ilyen nagyobb csatornák, a kisebb leány csatornáin vetített tartalmakról van szó, és akkor ezt határozottan minden évben elmondják, hogy azok, azok nem tartoznak ebbe be. Tehát hiába diktálom adott esetben be, mm. hogy mondjuk ennek a második csatornája, vagy annak ez a csatornáján ment le ez az adás, vagy ment le x epizód ezek után ők, ők kategorikusan kijelentik, hogy nem, nem járnak úgymond jogdíjak azoknak az alkotóknak és résztvevőknek, többek között nekem sem, akinek író rendezője voltam, uh -huh. a, akik ebben részt vettek, mert ezek a csatornák nem minősülnek. Szegezzük szemeinket Péterre, mind a hárman. Egyszerűen. Egyre jobban érzem magam, köszönöm. Ugye e tekintetben ez a, ez a jogszabályváltozás hozhat gyakorlatban is változásokat, mert pont az lehet ennek az alapja, hogy, 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 eltérő módon valósul meg a sugárzás, vagy a, a, a műsornak a nézőköz való eljutása eltérő technikai. Amit analóg vagy digitál? Hát, Ugye? vagy ezen belül is van egy úgynevezett direktbetáplálási, vagy pedig, vagy pedig sima sugárzási jellegű kovább kö, 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 kö közvetítési ö, 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 technológia. Szerintem ennek a részletében nem menjünk bele. Az... Ami szerintem itt fontos lehet, az az, hogy, hogy ez lehet ennek a jogi különbségnek a, az oka, vagy a jogdíj csengésének és nem csengésének az oka, hogy ezek hogy jutnak el bizonyos csatornák, így bizonyosak úgy, bizonyos típusok után van egy kiforrott jogdíj érvényesítési rendszer, bizonyosaknál pedig nem. És az a jogszabályi környezet, amin ez eddig alapult, az megváltozott, és egyébként azok a jogkezelők, akik érvényesíthetik ezek a jogdíjakat, azok minden évben benyújthatnak díjszabásokat, és ezek alapján tudnak a következő évben jogdíjakat szedni. Tehát most a jogszabályváltozás követően most lesz az első alkalom, hogy, be, hogy ezekre is tudjanak reagálni ebben a megváltozásban jogszabályi környezetben. Tehát lehet, hogy jövőre már fognak tudni olyan jogdíjakat érvényesíteni, amiket még nem ez alapján a jogszabály alapján. És hány évre visszamenőleg, mert nekem is kéne egy medencét. Hát ugye, sársuk. logikus, hanem. Hanem, amikor mi elkezdtük, már ott necces volt, mert azt mondta, akkor nem hiszem az ügyén, hogy öt évre visszamenőleg tudjuk. Csak öt? akkor akkor ez volt, hát, amikor mi megyünk, mondtak, mondtak egy ilyen mondtak limitet, de... egy ilyen limited, hogy öt évre visszamegyünk, mert az is sok volt, akkoriban nekünk, de hát ugye mikor is, amikor csinálod, már megy az idő. <laughs> tehát amit már lejegyzeteltél, mire beadod, már elmegy fél év, tehát már az, az már bukta. Már, igen, de te öt évre visszamenőleg lehet esetleg ilyen szerzi jogat érvényesíteni? hogy mi? ebben az alapvető esetben ez, hogy valósul meg ezt nem tudom, nem tudom. megmondani, de, de, egyébként öt év az általános elévülési hmm. idő, és ezekre a jogviszonyokra is ez érvényes. az biztos, hogy itt ugye reagált valamire az uniós jog, amit lekövet egy magyar jog. Tehát azért ez a visszamenőleges jogalkotásnak vannak korlátai, mert ugye ennek nem csak pozitív oldala lehet, tehát emiatt azért ezt majd figyelembe kell venni, hogy ez, a, hogy ez a, jövőben a korábbi felhasználásokra miként lesz majd alkalmazható. Ez majd a lehet Szerintem Tegyük tisztában csak hallgatok kedve, hogy tényleg ki az, aki egyébként kaphat jogdíjat, mondjuk egy filmes produkció, most mindenki azt hogy mindenkinek dől a jogdíj, mert logikusan ott vannak olyan szakmák, akik egyedi gázisval rendelkező szakmák, mint a világosító, a kellékes, a berendező, de mindenhol van egy vezető, vezető státusz, mondjuk a kellék tervező, vagy diszlet tervező. Ő már kreatív szakma, tehát gondolom minden szellemi kreatív munkával járó embernek. Tehát, hogyha visszamegyünk az alapokhoz ilyen szempontból, akkor a szerzőjog az ugye a mindennel kapcsolatosan létrejön, ami egyéni eredeti jellegű. És az a megközelítés, hogy, hogy aki ez az egyéni eredeti jelleghez hozzájárul ténylegesen, az tud szerzőnek minősülni. Egy filmnél ez a gyakorlatban a rendező, a forgatókönyvíró, tehát ezek a, ezek a, személyek, és aztán pedig a, a az előadómészek a szomszédosági teljesítményként járulnak hozzá, ők, őket az egyik képviseli, és a vizuális alkotások, amik a filmben feltöltnek, arra pedig van egy másik közös jogkezelő szervezet, hogy tovább bonyolítsam, ez pedig a Hungárt nevezett közös jogkezelő, ő pedig az ő jogaikat érvényesíti ezekkel a felhasználásokkal kapcsolatban. Tehát, a, hogyha valaki a markát szeretné tartani ilyen szempontból, akkor azt kell megvizsgálnia, hogy ő ilyen szempontból minősül-e rendező és hova menjen és kérni, illetve, hogyha most kifejezetten a filmes jogokról beszélünk, akkor hogy a rendező, a forgatókönyvíró, vagy pedig, hogyha a filmes zeneszerzője, akkor pedig ugyanígy tartja jogok és akkor meg az artisthoz kell mennie. Szóval, hogy kicsit bonyolult ez a történet. Aha, fú, én nagyon remélem, még ismétlik ezt a sorozatot, amiben volt, voltam jó sokáig. <gül> Vagy <laughs> ezt az adást, hogy megértsék. Ja igen, először az adást, hogy bárki megértsék, hogy hol tartunk. Reméljük, igen. hogy a, a, a tulajdonosok is hallgatják, és hogy <laughs> heti 8-as rotációból berakják. Véleményvezérek! Arthurral és az Indiánnal! Hallgassd a 986 Manna fm -et. Budapesten is környékén tekerj a 98.6-ra, vagy hallgasd online a mannafm.hu oldalon. Manna FM. Örömre hangol. Jogos jogdíjakat ö, követelnek a színészek, vagy nem? Ez ugyanúgy egy alapelve a, a szerzői szabályozásnak, hogy, hogy aki alkotó vagy egy teljesítménynek a, a létrehozója, az a szerzői jogokkal vagy szomszédos jogokkal rendelkezik, és ebből kifőleg jogdíjakra tartott igény. Tehát ez, ez ilyen szempontból így van. Az, hogy ez a gyakorlatban hogy tud megvalósulni, az, az a rengeteg dolgom múlik, amiről eddig is beszéltünk. A jogszabályi környezet, az üzleti, a piaci helyzet, illetve a, a feleknek a, a felek közötti szerződés. De szerintem, hogyha már ez, a, ez az a műsornak a címe, hogy miért, nem minden érhető jogdíj, szerintem jár jogdíj, akkor szerintem az is érdekes lehet, hogy mi az, amiben javul a helyzet, mert szerintem a platform világ az például olyan, hogy ez egy új csatorna lehet ilyen és szemben. És erről nem valahol. beszéltünk, és, mondtad, hogy két mondatot, mert szerintem ez, meg... ez, ez, egy, érdekes téma lehet, hogy, hogy ez hogy változik, mert itt, hogyha, hogyha, a filmes világban arról beszéltünk, hogy, hogy domináns szereplők állnak egymással szemben, akkor a platform világban szerintem ez így a, ez a, tehát ez a non plus ultra, hogy mekkora mamut globális platformok állnak szemben a, a kreatív alkotókkal, és erre is reagál ez, a, ez, a, ez, a, ez, a, ez az irányelv, amit át és ez, ez egyik legizgalmasabb kérdés, hogy ez a gyakorlatban milyen változásokat tud hozni. Ami itt a tényleg a lényeg, hogy mostantól elvárt, mostantól, június 1-től Magyarországon, a Facebooktól, illetve a YouTube-tól, tehát olyan platformoktól, amik úgy működnek, hogy a felhasználók töltenek fel rá tartalmakat, hogy ezek után a tartalmak után már ők kérjenek engedélyt a szerzőktől, és nem pedig azok, akik feltöltenek rájuk. Ugye nem sokan fizettünk eddig a feltöltött tartalmak után, de jogilag ez nem volt világos, ami pont annyira nem volt világos, hogy egy platform azt mondta, hogy... Bocs, itt nem vagyok felhasználó, nem nekem meg kell engedélyt kérnem. És ebben született egy nagy változás. Most azt mondtad, hogy most a YouTube fog engedélyt kérni adott esetben tőlem, hogyha feltöltök valami eredeti cuccot. A YouTube-nak kell engedélyt kérnie, így van azoktól a jogos, azoktól akiknek a tartalmai felkerülnek. Ugye, hogyha ebbe egy belegondolunk, akkor, akkor nem tudom, ebben a pillanatban előhetnénk a Facebookot, meg YouTube-ot, mert YouTube nyilván rengeteg olyan tartalom van amire nem tudott közvetlenül engedélyt kérni, És erre bevezet egy másik alternatív, vagy hogy mondjam, egy másik pillért ez a rendelkezés, hogy, hogy abban az esetben, hogyha minden megtesz az a platform, hogy az engedélyeket megszerezze, és hogyha egy jogosult azt kéri, hogy ő nem szeretné, hogy az ő tartalma érhető legyen, akkor ő eleve megszűri azt, vagy leszedi azt, akkor tud mentesülni a felelősség alól. Mm. És ez volt egy másik nagyon komoly változás, amiatt Komoly. Hát igazából hisztéria is alakult ki így a, az Európában is, meg, meg globális szinten is, hogy hogy mi lesz azokkal a tartalmakkal, amiket ezért meg fog szűrni a későbbiekben a Facebook. Mennyire fog megváltozni a YouTube, mint, mint egy platform, hogyha egyszerűen el kell kezdenie előzetesen szűrni a tartalmakat. Ugye eddig csak arról volt szó, hogy ha valakinek fenn van a tartalma, szólt, léci, szedjétek le, leszettem. Most viszont előzetesen már nem is fogja felengedni ezeket a tartalmakat. És mi a szituáció, hogy visszatérünk egy picit a klipekhez, mert ezek egy érdekes szituáció. Még régen ugye voltam, hogy a Vivat, meg a Z, meg ezek, és akkor tényleg csak ott Orvaszágban lehetett hallani, vagy látni. meg mindig De ugye most, most gyakorlatilag nem van olyan előadó, aki nem is akar tévében szerepelni, főrakja a csatornájára, nem tudom, 800 ezer követő korrektebb elérést nyújt neki, mint hogyha bármelyik tévébe lemenne. Ilyenkor mi van? Mert hogy ő, ő tölti fel kb. ugye a saját tartalmaként, a jelenlévő mi... juli emberek gyártják neki, találják ki, és akkor mi a helyzet? Hát uh, itt uh, egy nagyobb uh erőt fog kapni a jogosult, és eldönteti. Már most is van egyébként egy az, bejöheti, hogy a gyakorlatban az, hogy bejelölheti, hogy a, hirdetések, amik mennek az adott videó mellett, abból tudjon részesülni. Tehát ez, 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 ez például a később is így meg tud valósulni. De ami itt például a a, 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 filmes világban, hogyha már erről kezdtük a beszélgetést, egy nagy jelentőségű dolog lesz, hogy, hogy ott pont valószínűleg nagy részt azt fogják kérni a jogtulajdonosok, hogy ne legyen ott a platformon semmi, ami film. Mert ugye pont a filmeknél egy hatalmas jelentősége van, és most nem a videoklipekről beszélek, hanem a vagy játékfilmekről vagy vagy akár sport közvetítésekről. Itt hatalmas jelentősége van az, hogy hol elérhető. Most, hogyha én meg tudok amit nézni a YouTube-on, azt nem fogom még négyszer megnézni, úgyhogy egyébként előfizetek egy streaming oldalon, hanem ott nagyon nagy jelentősége van annak, hogy hol látom azt először. Tehát így tud egy nagyobb bevételre szerteni, mert egyszerűen értékesebb lesz a joga, ami a filmnek a, a, a felhasználásával kapcsolatos. A zenénél egy kicsit más a megközelítés. Ott minél több a felhasználás, minél több az apró garasz, hogy így fogalmazok, annál jobb a zenei jogosultaknak, mert hogy ott Nincsen ilyen szavatossága a dolgoknak, minél többet hallgatom, annál, hogy mondjam, annak nem veszik el az értéke, annál jobban sárga. rá. Így van, ja. így van. Geri. Hát igen, azért ez megint az, hogy valójában megint ez a, a, a zenei oldal fog jól járni. Mert ugye azért képi oldalon tetten érni mindenkit, aki jelen van, és annak a jogdíját nyomon követni, ez, ezt úgy érzem, hogy alapvetően ez szintén a zene és a, zene és a zenei tartalmak érdekérvényes időképességének egy ötös, mert hogy valójában itt, itt továbbra semmi, mint filmes oldal kapjuk meg azt a biztosítékot, hogy na, ha feltöltenek tőlünk rögzített képanyagokat azokkal a művészi tartalommal, amit mi olyan iraktunk, hogy azt is kikérdezi -e a YouTube, hogy akkor na, öreg nektek, akkor ez, ez így rendben van, mi ezt közölhetjük, ez, ez egyáltalán nem fog foglalkozni. Pedig nyilván lenne a algoritmus, ami ezt ellenőrzi, de, de, de most úgy érzem, hogy ez még inkább az ere, és, és, a, szintén az, ami korábban is probléma volt, hogy egy, egy oldalról nagyon torz megjelenik, mint, 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 a hanganyagok védelme, a másik oldalon, meg a képi oldal, meg, meg, most a Ennek nem lehet az, az az oka, meg... hogy bocsánat, hogy a, a, nagy lemez kiadóknak az erőteljes az érdekérvényesítő képességük, mint régen mondjuk, amikor még már simán lehetett mix kazett, mix tépeket, nem tudom, Harlemben kapni, és akkor egyik pillanatra a másikra az összes utcai járus begyűjtötték, mert megszületett egy adott törvény az Egyesült Államokban. Tehát ilyen dj már nem tudtak annyira mozogni. De hogy ezt, szerintem ez Kizárólag ez, hogy nagy az érdekérvényesítés, és azért a, filmeseknek még nem ekkora az érdekérvényesítésük, vagy más a... De, de hogyha belegondolsz, hogy, hogy a, ha most mindenki elkezdeni egyesével rajzolni a kockás vizetben ezeket a számokat úgy, hogy a zenészek megtennék, akkor vajon ez hogyan lenne a végén, hogyan érné meg a, mondjuk egy ilyen YouTube-ban fennmaradni? Tehát, hogyha mindenki ugyanilyen elánnal követelni ugyanazokat a jogaikat, mint mondjuk a zenei oldal követi, mert most ez nem tűnik fel annyira, mert ez egy nagyon pici szelet a tortából, de ez a torta, egyet többen szeretelnének ki, mondani, hogy ez is az ő joguk, akkor kérdés, hogy mi lenne a túloldala, mennyi lenne a kábel tv a díjazása avonta, mennyi lenne a... hány reklámot kéne megnézni mondjuk a YouTube-on ahhoz, hogy egy tartalmat fogyasztani lehessen. Ez egy érdekes kérdés. Tehát van egy, van egy nagy szerep, amiben van egy pici, ami most jogdíjként megjelenik, ebből jó nagy százalékban a zenei tartalom jelenik meg, mint, mint érdekérvényesítő győztes. De hogy ez vajon ezt osztod, azt kéne továbbosztani, vagy pedig egy nagyobb szeretett tortát kéne Természetesen nagyobb szeretett Hát igen, tortán. csak ugye a, ez a jogdíkérés azért lett ennyire érdekes most, mert amíg régen az nem ment a CD eladás, a kazetta eladás, addig nem a jogdíjból éltek. Ugye most mindenki kezd a jogdíjból élni, ugye most az elmúlt évben koncert se volt sok, hát most még jobban foglalkoztat mindenkit ez a jogdíjkérdés. De ez egy 12-es törvény, amiről beszélt, Tehát ez szerintem még COVID, off-COVID kérdés volt még. Hát ez ugye maga a törvény, a szerződés az 99-es, tehát rossz jó, jó De, az az a vagy de a já, kényi, igen, a Peking vagy így vagy van. az így, az ami... így, ez így van, ez így van. Viszont ugye az még ilyen szempontból nem bír Magyarországon kötelem, miért mondtam, mert ezt az Unió fog átütni. De abszolút igazad van ez a, ez, a, ez a kérdés, főleg az online jogdíkérdés az, ami most iszonyat jelentőséget tett pont a pandémia miatt, mert hogy akkor azok a bevételek, amik eddig voltak, azok, az. ilyen. Mi nem például az, hogy van, aki ott van, van egy, van egy nagy követőtábora, és akkor azt mondja, hogy sziasztok, én vagyok, nem tudom, és képzeljétek el, itt az új, nem tudom melyik cégnek a szempilas ez, 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 szellemi, nem tudom, produktum, hogy ő azt az összevágja, és akkor fölkerül egyébként egy a kislányom által is megvalósítható technikailag úgy értem tartalom. Tehát az, az mennyire jelent, vagy érinti ezt a kérdéskört? Nagyon-nagyon általános a, a, definíció, hogy mi minősül szerzői szempont volt a Tehát mondom, hogyha egyén eredeti jelleg megvalósul, akkor igen. Most, tá, hogyha esz... ezt a gyakorlatban mondom, én azt gondolom, hogy megvalósulhat. Tehát, ah. hogyha mémeket nézed, amik, amik, vannak, ilyen tényleg pár másodperces dolgok, amik, tehát azokra is tudod azt mondani, hogy ezek szerzői voltam alattának. Az más kérdés, hogy a gyakorlatban nem érvényesíti ezeket senki, azt se tudjuk, hogy ki csinálta őket. Egy mondat ezt, tehát amiben XY lánya föltölti a spirál videóját, addig mondjuk a YouTube ad neki monetizációt, addig létezik egyféle összeg, amit a reklámból ő kaphat, hogy mondjuk megnézi 100 ezer ember, 150 ezer ember. De ha belekerül bármilyen zenei tartalom ez alá, Aha, akkor, megvan. akkor azonnal sztornozza, uh -huh. és akkor már nem így működik. Igen. Tehát ezért ez is egy érdekes. Vagy meg kell tanulni gitározni, és akkor jók Igen. vagyunk. Jó, hát nagyjából így, így nem tudom, marad maradt valakiben bármilyen olyan info, amit a közre bocsájtana itt most így ezzel a témával kapcsolatosan, és nem kell. az a véget ér az időnk, ja. és észre Én ha már kimondtam elment... ezt a három betű szót, hogy mém, azért még hadd mondjak el, hogy még ebben is van egy változás, hogy a egészen június 1 ezek az online karikatúrák, paródiák, ezek nem voltak szabadon közzételtők, vagy elérhetővé tehetők az, az, interneten, amire ráncolod a szemüldök, igen, és szerintem sokan láttam. ezt teszik, mert hogy, igen. mert hogy ezekkel tele volt, de itt is például látszik a szakadék a, a, jogi keretek és a gyakorlat között, és ezt, ezt is szintén betemette most a jogalkotó, és egy olyan szabad felhasználás vezetett, hogy igen, ezeket lehet csinálni, Aha. és lehet produzálás műveket tenni, és ez is, ez is egyébként az uniós uniósokból fakadó, úgyhogy még ennyi talán ilyen pozitív news a végére. Köszönöm. De egy gyártsunk mémeket ezerrel minden témakörben. Jó, hát nagyon szépen köszönöm vendégeinknek, Tóth Gergely rendezőnek, köszönjük, hogy itt voltál velünk, köszönjük. Lábodi Péternek, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szerző jogi főosztályvezetőjét. Tehát vendégül, igen. <hállt> Nem tudtam, hogy hogy jöjjek -e ki a mondatból, olyan hosszú a titulus, hogy hát, igaz, Jó, ez... Dehogy de, is, Köszönöm, <laughs> hogy <laughs> Mi pedig a hallgatóknak annyit tudunk mondani, jövő héten megint csak találkozunk, 18 órakor, 98.6. Manna FM, véleményvezérek, Artúl és az Indiánnal, addig is jó rádiózást, sziasztok! 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 Véleményvezérek, Artúrral és az Indiánnal. Manna FM, örömre hangol! Támogatunk a Nespresso Professional, az irodai kávézási szolgáltatások szakértője.